Idén a Zöld Egyetem program keretében nagy hangsúlyt kap a környezeti fenntarthatóság és azon belül a közlekedési fenntarthatóság is. Míg az év elején elindult egy olyan program, amelynek keretében kerékpárokat biztosítottak az egyetem munkatársainak egy év időtartamra. Ennek célja az volt, hogy népszerűsítsék ezt a közlekedési formát. Egy nyereményjátékot is elindítottak, melynek során a legaktívabb kerékpározókat díjazták. Az újabb program kapcsán pedig pedelek kerékpárok kipróbálására van lehetőség, mondta Decsi István kancellár. Ez most egy összetettebb teszt, együttműködés, ugyanis kapnak, vagy lesznek olyan munkatársak, akik a munkába járáshoz kapnak kerékpárokat, és emellett hivatásszerű forgalomba is szeretnénk ezeket az elektromos kerékpárokat tesztelni. Ez azt jelenti, hogy a napközben kampuszok között is használni fogják a munkatársak, és szeretnénk azt látni, hogy abban a domborzati viszonyban, mert Pécs van, ez mennyit segít az ő feladataik ellátásához, a mobilitást az hogyan segíti, és bízunk benne, hogy azok az elképzelések, amiket itt megfogalmaztunk, azok valósak lesznek, népszerű lesz, könnyíteni fogja a mobilitást, és mindezt fenntartható környezetbarát módon, és akkor szeretnénk ebben a területen is előrelépni. A Pécsi Tudományegyetem a Magyar Közlekedés Tudományi és Logisztikai Intézettől felkérést kapott a pedelek tesztprogramban való részvételre. Ennek köszönhetően két munkatárs november végéig teszteli az elektromos kerékpárokat, amelyhez egy applikáció is tartozik. Ez az applikáció segít abba is, hogy a kerékpárokat be lehet osztani, tehát lehet foglalni, hogy minél inkább ki legyenek használva. Mindamellett, pedig ahogy mondtam, hivatásforgalomba is, vagy hivatásszerűen is a munkatársaink használhatják majd a feladataik ellátásához, egyik kampuszra átmenni a másikra. A teszt célja, hogy milyen távokon, milyen telephelyek között tudják költséghatékonyan, praktikusan kihasználni a kerékpárokat az egyetemi polgárok, munkatársak megosztott hivatásforgalmú használattal, illetve munkába járás során.